Az oktatás új formája mindannyiunk számára nehézségeket jelenthet. Vannak, akik meg tudnak birkózni ezekkel is, biztosan akadnak olyanok is, akiknek nem megy minden gördülékenyen. A Csúdió Egyesület céljai között nem csak a sok vidám program megvalósítása szerepel, közösségük mottója szeretetet adni, segíteni, kezet nyújtani. A jelenlegi rendkívüli helyzetben is igyekeznek a családok mellett állni, és a felmerülő problémákban segíteni őket. Ebben a nehéz helyzetben, hogy el vagyunk egymástól zárva, szeparálva, sokszor beszélgetünk a szülőkkel, tartjuk a kapcsolatot telefonon, online egyaránt, az óvodáskorú gyerekektől egészen az iskoláskorú gyerekekig, középiskoláskorú gyerekekig próbáljuk fenntartani a kapcsolatot és segítő kezet nyújtani, akár a mindennapi nehéz helyzetben, és a beszélgetések közben fogalmazódott meg egy ötlet, ugye az elhangzott beszélgetések alapján merült fel, mert több családtól is hallottuk, hogy van, akinek ez könnyen megy, ennek a problémának a megoldása, de vannak családok, akiknél ez nagy terhet ró a család összes tagjára, és ezek alapján gondoltuk azt, hogy felajánljuk az önkéntes segítségünket, hogyha felmerül a leckeírás, vagy a leckeírásnál nehézség, vagy akár egy új anyag elmagyarázása, akár online óra keretén belül, és szívesen segítünk, mint korrepetálás is akár, hogyha szükség van rá. Azt gondolom, hogy most így elindult tényleg az online oktatás, szépen mindenki próbálja megoldani, a szülők és a tanárok is egyaránt, de hogy ez azért egyre nehezebb lesz, ahogy haladunk előre a tananyagban. És hát ez az elzáródás, szeparálódás is egy olyan lelki teher, amiben szívesen segítünk. Annyit üzenünk a szülőknek, hogyha szeretnének segítséget kérni, akkor az Egyesületnek a Facebook profilján megtalálható az elérhetőség, vagy a csudio@csudio.hu e-mail címen tudnak levelet írni, de minden elérhetőség ott van az oldalon, és akkor ott meg tudják találni. Külön gondolunk azokra a gyerekekre, akiknek plusz nehézségük van. Itt gondolok az autizmussal élő gyermekekre, vagy a diszlexiás, diszgráfiás gyerekekre, akiknek sokkal hosszabb idő egy tanulási folyamat, mint a tipikus gyereknek. Az Egyesületben 12-en tevékenykednek, közülük többen pedagógusként iskolában, óvodában dolgoznak. Vannak az Egyesületben pedagógusok különböző irány, különböző szakterületekről, illetve tantárgyi felosztást csináltunk, hogy ki miben tudna segíteni, ki mit vállalna szívesen, illetve gondoltunk arra, hogy többünknek egyetemista gyerekei vannak, akik már végigjárták ezt az általános iskolai utat, és szívesen segítenek ők is. Kossuth utcai egyesületüknek és vidám programjaiknak helyet adó gyönyörű, közel 100 éves tornácos parasztházuk jelenleg csendes. Az egyesület tagjai azonban nem tétlenkednek, szépítik az udvart és a belső helyiségeket, hogy a járványhelyzet elmúlta után ismét gyönyörű környezetben tudják majd fogadni az idelátogatókat.